Az ország számos pontjáról érkeztek az iskolakert hálózat tagjai Győrbe, a találkozót és konferenciát a Széchenyi Egyetem, valamint az iskolakertekért alapítvány közösen hívta életre. Az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknek köszönhetően az elmúlt esztendőkben ismét egyre több oktatási intézményben éled újjá a kertészeti oktatás. A találkozó azt a célt is szolgálta, hogy rávilágítson az iskolakertek jelentőségére és az oktatásban betöltött szerepére. Azt célozza, hogy hogyan lehet a gyerekek számára az iskolakertet jobban megszerettetni, hogyan lehet vonzóbbá tenni, és hogyan lehet minél jobban bevinni az oktatás rendszerébe. Megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amíg beleillenek az iskoláta használt kerettantervekbe, a tankönyvek által adott témákba, és nem csak a növények és a kert témájára kell gondolni, hanem számtalan más ilyen van, ami talán első hallásra, vagy első gondolatra nem ugrik be, de ilyen például az időjárás, ami hát kint történik, nem helyes talán csak tanteremben oktatni. A találkozóval párhuzamosan másik esemény is zajlott, hiszen az ENSZ által meghirdetett hüvelyesek évéhez kapcsolódóan vetélkedőt rendeztek a Széchenyi Egyetem Üveges Kálmán gyakorló általános iskola diákjai számára. Az apáca is növény kavalkádon Bálint György, vagy jól ismert nevén Bálint gazda is részt vett, aki régóta kiemelten fontosnak tartja azt, hogy a mindennapok embere visszataláljon a természethez. A civilizációnak az lenne az egyik nagyon nemes feladata, hogy a természet és az ember életének az egységét valamiképpen megteremtse. És erre nagyon alkalmas az iskolakert. Mert ugye régi magyar törvényszerűség az, hogy amit a kis Jani nem tanult meg, azt az öreg János se fogja tudni. Szóval gyerekkorában kell a gyerekeket hozzászoktatni, ránevelni arra, hogy mi a természet részei vagyunk. Az iskolakert hálózati konferenciát a Széchenyi Egyetem rektora nyitotta meg, aki szintén arra mutatott rá, hogy a technológiai fejlődés önmagában még kevés a jövőnk szempontjából. Az elmúlt 20-30 év bebizonyította, hogy vannak lelkes, elkötelezett emberek, akik rájöttek arra, hogy a technológia fejlődés mit sem ér, ha nincs egészséges levegő, egészséges víz, egészséges élelmiszer. Az országos iskolakert hálózatnak már több mint 100 tagja van, ez a szám a következő időszakban pedig biztosan emelkedni fog.